Megújul a Marca a városi kiserdő. 2017-ben a lakosok attól tartottak, hogy kivágják a fákat, és helyettük lakóházakat építenek, azonban ez nem így alakult. Sőt, azóta védelem alatt áll ez a terület. Nagy öröm számomra, hogy itt vannak Sopronból az Erdészeti Egyetemről a szakemberek. hogy a polgármester úrnak a választáskor megígért programjában szerepelt a kiserdőnek a védelme. Ez nem csak azt jelenti, hogy a kiserdőben nem engedünk építkezést elindítani, hanem azt is jelzi, hogy folyamatosan figyeljük a kis erdő állapotát. Ebben hozzátartozik az, hogy milyen talaj van a kiserdő fája alatt, melyek azok a fák, amik előregettek, esetleg kipusztulás szélén állnak. Ezért a szakemberek végigjárják az erdőt és Összes fa állapotát felmérik. Majd ezután javaslatot tesznek arra, hogy hogyan lehetne a faállományt újítani. Az elmúlt napokban előkatasztalos szűrés volt. Ezáltal felmérték a fák állapotát, valamint mindegyik kapott egy egyedi azonosítót. Ez alapján fogják tudni a későbbiek folyamán, hogy milyen állapotban van az adott példány, mik a következő lépések. Ennek a projektnek ma elvileg a terepi felvételének a végére érünk, még a GPS-es mérések miatt fogunk visszajönni egy, egy ilyen félnapos napos munkára, de, de eddig körülbelül egy ilyen, hát egy 6-8 napot dolgoztak a kollégák változó létszámmal. A fák állapotát többfajta speciális műszerrel nézik, azonban ezek közül van egy, ami kiemelkedik a többi közül. Ez pedig a fakop, ami egy sopronban fejlesztett műszer. Hangterjedési sebesség útján nézi, hogy a fa belsejében milyen elváltozások vannak. A szakember elmondta, hogy az már most látszik, hogy milyen a fák állapota. Azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez az erdő egy sitt lerakóra húzott termőrétegbe került ültetése, tehát kvázi ez egy véderdő volt régebben. Nagyon rossz talajviszonyok között vannak a fák, itt lehet is látni pont egy mellettünk levő fának a tövéből elég vastag betonvasak állnak ki, ez valószínűleg a föld alatt egy betonduskóban folytatódik. Ennek megfelelő a fák állapota nagyon száraz terület van, és azt is látni kell, hogy ide alapvetően nyárfák kerültek telepítésre, amelyek Ilyen termőhelyen várható élettartamuk az pont ez a 25-35 év. Vannak olyan fák, amelyek már balesetveszélyes állapotban vannak. Az erdőben egyébként talajvizsgálatot is végeznek. Ezután tudják megállapítani, hogy mely fajták azok, amelyek ideálisak ebbe a környezetbe. Az egyik fő szempont a hosszabb élettartam olyan fákkal, amelyekkel lehet parkosítást végezni. Emellett pedig a gyors növekedés miatt szükség lesz pár nyárfára is. Dr. Puskás Lajos elmondta, hogy felmerült az a lehetőség is, hogy az újszülöttek parkját itt bővítsék tovább.